világban most már nagyon erős a technikai tudása a balettáncosoknak. Nem elég most már, hogyha 90 fokon van a lábat, fel kell emelni, majd hogy nem a füledig. Az nem elég, ha valakinek van tehetsége, hanem azt meg kell duplázni, akár triplázni is szorgalommal. Az első 4 évben reggeltől délig van az ismereti oktatás, és utána pedig délután van a szakma. 5. évfolyamtól ez megfordul, és délelőtt lesz a szakma, és délután a súly. Én ezt jobban szeretem, mert az energiáimat jobban be tudom osztani. Amikor első évfolyamos voltam, akkor még kicsit nehezebb volt, mert ugye még kisebb az ember, nem a régi iskolájában van, hanem egy teljesen új életet kezd, de nekem viszonylag nagyon gyorsan így át tudott várni az agyam erre a körforgásra. Nekem a balettóra soha nem egy szenvedés, inkább az ilyen közismeretire fáradok el már jobban, de persze az se szenvedés van, amikor már este 7-kor ott nagyon fáradt vagyok. Gondolok arra, hogy jól van, mindjárt hazamegyek, kajálok. Amikor hazaérek, nagyon szeretek csak így ledőlni a kanapéra, és akkor egy kis fél órát pihenek. Én azzal nagyon jól fel tudok töltődni, meg nagyon szeretek wakeboardozni, ezt nem nagyon engedi a suli, de óvatosan lehet csinálni. Amikor láttam a diótörőt, még másodikos voltam, és ott nagyon megtetszett minden, szóval így a színpadnak az egész varázsa, láttam, hogy a szereplők egymás között dolgoznak, és figyelnek egymásra, és ez nekem külön megtetszett. A táncforma megfogott, a spiccipő, lányoknak a tütűje, a ruhák, haj, minden. Mindenki mindig a maximalizmusra törekszik, szóval, hogyha valami nem sikerül, nekem is azt fel kell dolgozni, meg ez egy trauma szerintem egyébként minden ebben a szakmában lévő embernek. Én már ezt annyira megszerettem, hogy nekem ezt így nem igazán nehézség ezt a részét feldolgozni. Szabadnak érzem magam, ugye sokan nem tudják, hogy ezt hogy lehet egy ilyen fajta fizikailag nagy munkában, hogy lehet így ilyen szabadságot elképzelni. Én szeretem. Rengeteg ember azt hiszi, hogy ha mesterről van szó, vagy valamilyen nagyobb főnökről, ők mindig szigorúak. Igen, ez egy részben igaz, viszont ők tudják összetartani a csoportot. És a szigorú fej alatt van egy nagyon kedves, bizalmas ember. Engem a balett az maga nem szív le, én azt nagyon szeretem csinálni. Nem azt mondom, hogy mindig így jó felkelek, 5:30 az ágyból, és jaj, de jó balett, így neki megyek, de nem az van, hogy mindig ez a el vagyok, és nincs kedvem soha és semmihez, és mert szerintem így nem lehet semmit véghez vinni, hogyha mindig csak így nyuglődik az ember. Én a Sydney Opera házban szeretnék majd táncolni, szólista szeretnék majd lenni, de akárhová kerülök, annak is örülni fogok, mert ugye sokan, hogyha most kartáncosokat nézünk, akkor sok ember azt hiszi, hogy ők csak ott vannak a karban, és a szólisták a fontosabbak, de kar nélkül nincsen szólista.